Sziasztok, ez itt a Hot Topic, én Bíró Dávid vagyok. Én pedig Szabó Krisz. És a mai napot kezdjük Guardiola és a Manchester City-vel. Ugye hosszabbították az ő szerződését, és hogy nyáron járt volna le. Sok Barcelona szurkoló reménykedett benne, hogy ez így marad, de meghosszabbították 2023 nyaráig. És itt felmerül a kérdés, hogy miért hosszabbítanak egy olyan edzővel, aki hát a Premier League középmezőnyében van egy kifejezetten jó kerettel, és ezt ez fontos hosszú távon nézni ezt az egész történést, ami, 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 ami a City-nél van. Egyrészt a City vezetői kapcsán felmerülhet, hogy van-e jobb megoldás Guardiola-nál jelenleg ezedzői piacon. A City részéről mondhatjuk azt, hogy esetleg lenne mondjuk Pochettino személye, aki, aki mondjuk másféle focit játszik, egy kicsit, egy kicsit jobb, jobban igénybe venni az a foci az a vocia játékosokat, de hogy arra mennyire alkalmas ez a keret, többé-kevésbé alkalmas, de hogy érdemes-e redskillozni. Mert ugye Guardiola most egy nehéz helyzetben van, és ez az igazság, hogy ezt így, így nekem is egy szezon közben kellett felmérni, hogy ő most... Most olyat látunk Gárdió által, amit eddig nem. pedig azt, hogy most nem építkeznie kell, hanem le kell menedzselnie egy olyat, amihez így nem volt, nem volt soha része ebben, pedig egy generációváltást kell véghez vinni a city ami egyelőre hát többi kevésbé, de inkább kevésbé működik jól. Ez egy fontos kérdés, amit felvetettél. Én egy kicsit ilyen szervezetpolitikai oldalról fognám ezt meg, mert hogy a kérdés azt szerintem nagyon valós, meg jogos, meg nagyon szeretném neked visszadobni egyébként a labdát, amit mondtad ezt, hogy hát ugye a Barcelona szurkolóknak a kárára, vagy legalábbis ők nagyon bíztak benne, hogy nem hosszabbít, te, te bíztál bennem? Hogy nem hosszabbít? Aha. Hát, hogy Ronald Koemanhoz képest Guardiola előrépésnek számítaná, én azt gondolom, hogy mindenképpen igen. Uh -huh. Jó, oké, okay. csak kíváncsi voltam a pillanatnyi lélekállapotodra. Ett, ettől függet, hogy ettől így... függetlenül, hogyha most választanom kéne edzők közül, én Pochettinot nevezném meg, csak ő az eszpanyolos múltja miatt valószínűleg soha nem fogadná egy Barcelona szerződést. Igen, igen, igen. Csak kíváncsi voltam, hogy hol tart most így a Barcelona szurkolók pulzusa egy ilyen kérdésben, de hogy szervezetpolitikai oldalról azért fognám meg, mert valószínűleg tehát azt, én azt nézném inkább, hogy a Manchester City hogyan működik, mint klub, ahol egyébként meg gyakorlatilag az egész apparátus egy ilyen kis Barcelona. Ugye az ottani szakmai vezető az ugye Csiki Begirisztáin, az ügyvezető igazgató ugye ez a Ferran Soriano, mind ugyanakkor voltak ott a Barcelonánál, amikor a Guardiola is. Gyakorlatilag van egy ilyen katalán triumvirátus, azzal a különbséggel, hogy ez a klub nem úgy működik, ahogyan Katalóniában mindenféle szervezetpolitikai, politikai, mindenféle uh, befolyás és hatalom mechanikai manipulációkkal körbeszőtt környezetben, hanem gyakorlatilag minden döntés Abu Dhabiban <laughs> születik meg. <laughs> és ugye rengeteg pénz áll rendelkezésre, uh, Gárdioláról azt mondják, hogy egyébként nagyon jó lett ugye az ottani vezetővel, vagy az ottani uh, hát ilyen korona herceggel, tehát alapvetően ez a bizalmi kapcsolat, ez így kamatoztatható a későbbiekben is. Uh, és ugye az elmúlt hónapok, hetek arról szóltak, hogy megpróbálták felmérni a Szögárdióra egyáltalán most boldog-e. Mert nyilván ha én egy, vagy ha most az ügyvezet, vagy a szakmai igazgatóknak a, a, szempontjából nézzük, akkor nyilván biztos, hogy körülnéztek a piacon, és valószínűleg, mivel ezt a katalán iskolát, meg ezt a katalán hagyatékot viszik magukkal, valószínűleg nem egy José Mourinho után fognak majd epekedni, meg egy, nem tudom, egy csoló színveónét fognak elhozni, hanem, hanem inkább egy proaktívabb edzőt, egy új generációs edzőt, egy olyan edzőt, aki valószínűleg egy Guardiola utáni edző, az egy olyan lesz, aki azt a fajta iskolát képviseli, mint Guardiola is. Uh, és éppen ezért aztán az volt a kérdés, hogy mennyire. És nekem ez volt a furcsa, hogy a sajtóban egyébként nagyon sokszor az jött vissza, és egy Guardiola maga is azt nyilatkozta, hogy őt elsősorban az a emirátusok beli herceg az, aki meggyőzte erről, hogy folytatni kell. Ami nekem egy kicsit fura azért. Tehát amikor már az van, hogy persze engem körbe karolt így a tulajdonos, sétáltunk egyet a hátsó kertjében, megmutatta az összes bentley az összes ferrari És akkor azt mondtam magamban, hogy folytatom, és akkor jöjjön a Guardiola Phase 2, vagy Phase 2, az nekem egy kicsit mindig fura. És nem tudom azt, hogy ez mennyire tényleg ő belőle jön. Minden esetre az érezhet, hogy a bizalom megvan. És ugye ez a kontraszt az azért is merül fel bennem, mert, mert a, a Barcelonától is úgy jött el, hogy gyakorlatilag négy év után ő maga is nyilatkozta, és többször lehozták, hogy ő kiszipolyozva érezte magát. A Bayernnél alapvetően egy olyan klubkultúrában volt, ahol érezhető volt, hogy hosszú távon nem nagyon fog megmaradni. De hát ugye ez a Manchester City, egy olyan klub, aminek hát nincsen akkor a hagyománya, nincs akkor a média nyomás, nincs akkor a nincs, akkora, lé, nincs olyan légkör, mint Barcelonában vagy Münchenben tehát viszonylag ezt a nyugit, ezt el tudom képzelni, ezt a relatív féle nyugit, ezt valamennyire élvezik Gádióla, amikor mondjuk a mindennapokban be kell járni, el kell menni boltba, a családdal kell lenni, és egyébként a család is egy érdekes tényező, mert a felesége Barcelonában van, és a, azt hiszem a, a, nagyobbik lánya is oda jár iskolába. Tehát, hogy van egy ilyen furcsa Barcelona, Manchesteri tengely Gárdiolánál, ahol így nehéz igazán megfogni azt, hogy ő, hogy ő tényleg mennyire érzi magát otthon, meg mennyire tudott kiteljesedni abban a projektben. Itt Gárdiolán a család egyébként az érdekes kérdés olyan szempontból, hogy ez, ez nem feltétlen tényező szempontjából. Tehát, hogy azért ő egy -e, munkamániás típus, tehát hogy neki az első a munka, második a család, és ezt, ezt most itt szomorú lehet kimondani sok mindenkinek, nekem ez nem feltétlenül van így, de neki így van, és erről azért nagyon sok mindent lehetett hallani, hogy kihagyta a lányának a balett előadását például, mert hogy éppen készült egy taktikailag egy mérkőzésre. De, de nagyon sok ilyen elem van, amit így fel lehetne hozni. Ugye vizsgáltuk a city a a viszonyát így a Guardiolával, de vizsgáljuk Guardiola lehetőségeit és opcióit is, hogy azt gondolom itt a hosszabbítás kapcsán. És így volt a City, ahol, ahol ismeri a, a helyzetet, tudja, hogy jók az anyagi viszonyok, főleg ezért most ez nagyon-nagyon fontos lehet, és akkor leg, igazából ezen kívül két komoly opció jöhetett volna számára. Az egyik egy egy szétesőben lévő Barcelona, amit ugye újra kéne, újra kéne építeni, ahol tudjuk, hogy nincs pénz, tudjuk, hogy van vagy van messzi, vagy nincs messzi, és ott azért tudjuk, hogy vannak olyan játékosok, akikkel valószínűleg Guardiola nem tudna együtt dolgozni, tehát új játékosokat kéne vásárolni, erre nem biztos, hogy lenne anyagi keret. A másik komoly jelentkezői Guardiola a Juventus csapata, ahol azt látjuk, hogy ez a, ezt a proaktív futbalt eddig nem sikerült meg, megvalósítania úgy, hogy az eredményes is legyen, és meglátványos is legyen, se Pirlónak, se Szárrinak, és Nyilván nehéz ezeket az edzőket Guardiola egy szinten kezelni, de azért látjuk, hogy ott is vannak azért ez, ezzel gondok, illetve azt lehet hallani onnan, hogy ronaldo Lehet, hogy nem tudják megtartani anyagi szempontból, és amit egyébként Guardiola szeret, pénzt költeni. Mármint nem feltétlenül csak a saját, hanem, nem játékosokra pénzt költeni. Ez tény, ami tény, de akik szeretik, akik nem szeretik, azt tudják, hogy ő szeret pénzt költeni. És amit mondtam egyébként, a nyáron is azért lehet költve elég komoly összeg, és itt a, a generációváltással kapcsolatban azért, azért fontos megijedni, hogy egy elment egy David Silva, és mondjuk helyette érkezett, meg, meg, egy, meg egy, egy Zani is, és helyette érkezett Ferran Torres, aki egy nagyon tehetséges játékos, de ezért nem egy szinten emelhető mondjuk a Prime Silva, vagy akár a zani -nak a, a szintjén. Ugye Fernandinho helyére Rodri lett beültetve, most már látjuk egy majdnem másfél szezon óta, hogy Hát van, amikor működik, van, amikor nem működik, de látszódnak a hiányosságaik, és akkor itt van egy kiregedő félbe lévő Aguero, akinek igazából nem is nagyon van pótlása, lehet mondani Gabriel Jesus, de ő egészen más típusú játékos, mint Aguero, szóval oda még a kilences pozícióban nincs senki, és akkor még az eredményeket lehet bőven szerintem azzal is, azzal is magyarázni, hogy nagyon durva sérülés hullám futott végig, végig a city -n. Ugye a mérkőzéseken keresztül az volt a kérdés, hogy nincs csatára a csapatnak, ki fog hamis 9 est játszani, és hát kvázi szinte mindenki játszott hamis 9 est ki jobban, ki rosszabbul, de, de azért ez a, ez a 13. hely a Premier League-be, ez mindenképpen följe fog lépni, tehát hogy, hogy érdemesebb a szerződés hosszabbítás kapcsán ugye ténylegesen három évben gondolkodni, és hosszabb távon euh, mérni ezt a, ezt a szerződés hosszabbítást. Nyilván benne van ez is, csak egy, egyel hátrébb lépve, hogyha Gardiola vagy, miben gondolkodsz, nyilván abban, hogy hogyan tudod ezt egyáltalán ebben a másik fázisban, hogyan tudod átvezetni a csapatot, hogyan tudod ezt a generációváltást levezényelni, de ehhez ugye valamennyire saját magadnak is meg kell úgy szerintem, vagy legalábbis valószínűleg, hogyha van egy kereted, a, most akkor nézzük meg a keret szemszögéből, és azt látod, hogy négy év ott van ugyanaz az ember, Általában ugyanazok a játékelvek, ugyanaz a fajta ilyen taktikai megközelítés, hanem is mindig ugyanaz a taktika. Látjuk azt, hogy jönnek, mennek emberek, most éppen a jobbak elmentek, és a nem túl jók azok érkeztek. Mi van ilyenkor? És ugye Guardiola is mint hogyha azért próbálna itt ott ott uh, belenyúlni, neki most ugye a szakmai stábjába beépült, vagy behozták ugye Zsuan már liót vagy Lillót, éppen attól függően, hogy Baszkföld melyik részéről származol, hogyan ejtett ki, aki ugye arról híres, hogy uh, még a 90-es években egymás ellen játszottak, egy elég, eléggé dogmatikus és nagyon ilyen öntörvényű edző, techno hát nem is technokratáról, hanem egy ilyen elméleti szakemberről van szó, aki a aki a 4-2-3-1-es felállási formát fejlesztette, nem mondom, hogy tökére, de hogy alapvetően abban érvényesült, tehát hogy az, a, annak a felállási formának az ilyen kidolgozása és ilyen potméterig így tökig vitele az, az ő hozzá kapcsolódik, ahol ugye ez a dupla szűrő az egy olyan forma elemé vált, vagy egy olyan szerkezeti egységé, ahol gyakorlatilag van két középpályásod, akik annyira komplexek, annyira sok feladatot tudnak ellátni, hogy lényegében védekezésben és támadásban is ők diktálják a tempót. És ez ugye lehetővé teszi, hogy az előttük lévő játékosok egy kicsit jobban összetömörödjenek, többet kezdeményezzenek a kapu előtt, tehát egymáshoz közelebb játszanak, és ezáltal kombinatívabbak legyenek. Beemelnek egy ilyen edzőt, és hirtelen azt látod, hogy a Guardiola, vagy a City csapata 4-2-3-ben kezd el játszani. Csak hogy ez 4-3-3 után érezhetően nagyon-nagyon sokat veszített a kreativitásából. És hogyha most, ha nem mondom el a statisztikákat, meg nézzétek meg, tényleg érdemes, az elvárt gólok modellje alapján is meccsről meccsre egyre gyengébb adatokat produkál a, a csapat, ami nyilván arról vezethető vissza, hogy kevesebb a kreativitás, kevesebb helyzetet tudnak megteremteni, így aztán kevesebb helyzet alakul ki. És hogyha van egy olyan középpályád, ahol Gündogan és Rodri éppen próbálja diktálni azt a bizonyos tempót, és hát érezhető az, hogy, hogy azért kevés ez még tőlük, nem tudnak annyit kezdeményezni előrefelé, láthatóan Rodri még szerintem védekezésben egyáltalán nem olyan jártas, uh, egész egyszerűen még nincs az a minőség, és David silva a a hiánya most jobban érezteti a hatását, miközben meg érezhető az, hogy Gárdióla pedig azért úgy Döbrönével próbál variálni, néha középpályára teszi, néha előrév, néha ilyen szabadabb tízes szerepkörben de hogy látszik egyfajta elmozdulás, de nem látszik az, hogy ez egy működő elképzelés lesz, akár rövid, akár középtávon, hosszú távon, meg aztán pláne. Úgyhogy igen, és a másik kérdés pedig az, amit említettél is, hogy valaha fog-e Messi a city játszani? <laughs> és ez, a, ez, ez egy ilyen, egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen remény, vagy egy ilyen hitbeli, ilyen távlati álomként szerepel, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy Guardiola most már innen, tehát most már hosszú évek óta, de hát még most is Gyakorlatilag a Citynél töltött idejét úgy fogják el megítélni, eldönteni, értékelni, hogy valaha is megnyerte -e velük a bajnokok ligáját. Mai második témák Jóhaimi Lővvel foglalkozik, és a német válogatottal. Itt a Nemzetek Ligája a mérkőzések alkalmával volt ez a nagyon csúnya 6-0-as vereség Szeviában, ugye Spanyolország ellen. Hát ahol nem csak az eredmény, de a játék is igen, igen kellemetlen volt, de hogyha az eredménynél ragadunk, és ezt muszáj egy kicsit így a, a mai napon pláne emlegetni, ugye 1954-ben 8-3-ra kapott ki Németország Magyarország ellen, sajnos még a csoportmérkőzéseken a vb n és tehát a másik legnagyobb veresége az, az ez tétmérkőzésen a németeknek, úgyhogy emiatt is kellemetlen a helyzet. És most nagyon-nagyon régóta rebesgetik azt, hogy most már jó most már jó lenne, hogyha, hogyha lapot adnának. Ezzel azért nekem több problémám is van. És nyilvánvalóan a lő felett így, úgy, így, látszik, hogy az elmúlt időben kapkod, meg, meg kitalál olyan elveket, amiket nem biztos, hogy, hogy érdemes kitalálni, és tűzön át ki, kitart rajtuk. De azért ne felejtsük el, hogy, hogy Németországnak mindössze négy világbajnoki címe van, mindössze, át, tehát négy világbajnoki címe van, és ezek közül az egyiket azért jól helyi lőbnek köszönhetik, ugye 2014-ből még Argentina ellen. Másrészt azt is vizsgáljuk meg, hogy a német szövetségnek mióta létezik, Joachim löv mindössze a tizedik edzője. Tehát arrafelé ez teljesen normális, hogy valaki lehúz 8-10-12 évet a, a, a válogatott kispadján, ugye most már Löw 2006 óta van, tehát már 14-et tapossa, és, és, ami miatt gond lenne, hogyha elküldik Joachim Löwöt, hogy arrafelé az is betonbiztos és 100% hogy német edző ül a német válogatottnak a kispadján. Most ha körülnézzünk, hogy hány német szabad edző van, akik el is jönnének és le is ülnének a kispadra, Hát, nem sok. Hát azért tudnék mondani. No, Ráfrágni. Hát, után most, na, epet, mindenki kapkod, és, és úgy várják mind a messiást. Legerebb is főleg a puristák, a, a futball fanatikusok, az igazi technokraták. De ugyanakkor meg valamennyire lehet relativizálni azt, amit mondasz, mert ugye 2014 persze egy hatalmas siker Németországban megnyerték ugyan a negyedik világbajnokságukat, de hát azért mégiscsak ott volt az ünneplő tömegben Amerika kupát, és hirtelen ott van Joachim Löv mellett egy Hanzi Flick, aki ugye most így a Bayernnél éppen kiteljesedőben, így minden, minden, fronton. És ugye hát ilyen most ugye Németországban egy kicsit most kezdik el megérteni azt, hogy Flicknek mennyi volt a hozzáadott értéke abban a csapatban, mind a tornát megelőző felkészülésben, mind maga a tornában, hogy, hogy ilyen, náluk is megjelenik ez a fajta törésvonal, hogy Flick volt a menedzser, ő volt az, aki abszolút tudta tartani a köteléket a játékosokkal, tudta őket motiválni, tudta ő a frusztrációikat kezelni, érzelmileg tudott úgy hangolódni velük, hogy, hogy kialakult tényleg egyfajta bizalmi légkör. Miközben lő volt az, aki meg, hát most nagyon, nagyon stilizálom már, majd karikatúra szerűen, de hogy ő volt, aki ugye kockás papíron megrajzolt ezeket, volt egy elképzelése, ezeket valamennyire átültette ugye az technikákba. Uh, de hát ugye Flick volt az, akinek egyébként delegálták aztán a pontrugásokat. Tehát, hogy uh, volt egy ilyen érdekes szimbiózis így köztük, és hát látszik az, hogy, hogy ez hogy ez nincs, ez hogyan, hogyan alakult. És ugye az elmúlt években azért a német válogatottnak voltak még ilyen rész sikerei, tehát a 2014 után 16 ban azért mégiscsak egy elődöntőt játszottak, talán az volt egy ilyen kifutása egy generációnak, a 18-as VB az ugye egy hatalmas, uh, hát csúfos kudarc volt minden szempontból is, és löv, mint hogyha ott kapott volna észbe, vagy legalábbis nyilván, amikor ennyi, ennyi időt eltölt egy edző, egy, egy szövetségi válogatott, vagy tök mint bármilyen csapat élén, mindig felmerül a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor el kell engedni a, az embereidnek a kezét. Mert szerintem ez az egyik legnagyobb csapdája annak, hogyha valaki ezt hosszú távon nyomja, hogy, kialakul egy sikersztori. Tényleg, kötöttök egymáshoz. Gyakorlatilag már olyan olyan kapcsolatotok alakul ki adott emberekkel, ahol azt tudod mondani, hogy figyelj, téged még akkor is viszlek magammal, ha csak egy szabadlövének kell lesz. Tehát hogy szerintem egy, kialakul egy ilyesfajta gondolkodás, és hogy löv talán egy kicsit, mintha nagyon drasztikus lett volna abban az időpontban. És egyébként abban az időpontban, amikor 2018 után ugye megvált Thomas Müllertől, Hummelstől, Boatengtől, és ami egy ilyen elég nagy port kavart. És egyébként valamennyire szerintem érthető volt akkor, mert szerintem volt benne logika, hogy azt mondod, hogy figyelj, generációváltás, most már nem kellene ezek az emberek, és ha belegondolsz, akkor még, még, kiről beszéltünk, tehát hogy Müller ugye az Ancelotti, meg a, meg a, a Kovács alatti Bayernben azért messze nem játszott annyira jól, ugye most, most, éli a másod virágzását. A, a, többiek is azért érezhetően hanyatló formát mutattak, de hát aztán most így Boateng meg, meg, meg Müller is szépen visszajöttek. Tehát, de hogy ő... milyen jó, vagy Koch milyen jó, igaz? Vagy, vagy Züle mennyire magabiztos a német válogatottban? Hát de fél, é, oké, okay, okay, én ezt értem, de hogy ha megnézed, hogy most a spanyolok ellen a, a német csapatból volt négy b győztes. Érted? Négy b győztes. 2017-ben megnyerték az U21-es Európa bajnokságot. Tehát a németeknél nem, nem tehetség probléma van szerintem, tehát ott van, ott van egy hatalmas merítési lehetőség. Megváltak bizonyos kerettagoktól, akik, akik felé most lehet fordulni egyfajta ilyen ment mentőké, segítsen Lobby van Kenobi, ön az utolsó reményünk, de hogy, de hogy ez az érdekes, ez szerintem ez baromi érdekes, hogy löv ahhoz képest, hogy mennyire gyepálják, és mennyire egy ilyen alkalmatlan emberként festik most le, és ami valószínűleg szerintem igaz, mert valószínűleg tényleg nagyon elvesztette a kapcsolatát a, a, a csapattal, ahhoz képest még mindig ott van egy kártya, amit így ki tud játszani még a jövő évi eb ahol azt mondja, hogy figyeljetek, visszahívom akkor Mülleréket. Amit valószínűleg egyébként szerintem nem fog, mert legalábbis hogy ő nem nagyon szokott így visszatérni a döntéseire, de, de hogy még ez is benne van, hogy ezzel egy kicsit tud kormányozni ezen a csapaton. Én azért olvastam olyan híreket német újságokban, hogy december 1-én Oliver Bierhoffék leülnek azért, és megvitatják, hogy lesz-e ennek hosszabbítása. De Mindest el... úgy, hogy Bierhoff azért elég kőkeményen beleállt a meccs hogy persze, löv, löv, löv helyzetén semmi nem változik. Kikaptunk a spanyoloktól, de nem változik semmi. Szóval ezek után így tárgyalgatni azért kicsit fura lenne most. Igen, de, de hát... Kicsit vizsgáljuk úgy ezt, a, ezt az egészet, hogy, hogy számunkra, a magyarokra, mert ugye minket is érint a kérdés, nagyon-nagyon fontos, fontos a dolog, hogy számunkra, a magyarokra mennyire lenne jó, hogyha, hogyha ez a német válogatott futna ki ellenünk. Hát nem azt mondom, hogy simán nyerünk, de azért, azért az mindenképpen látszik, hogyha mondjuk megnézzük a spanyolok elleni meccset, ott azért hát a pontrugások parádia volt konkrétan. Tehát, hogy, hogy eb, ebben, ebben azért a magyar válogatott kifejezetten erős és jó, tehát ilyen szempontból én örülnék, hogyha löv maradna a kapitány. Ezt ha másért nem ezért is, de most csak, csak beleg, belegondolsz a második gólnál, Ferran Torres Hát ott, 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 egyrészt olyan helyezkedési hibák voltak, meg, meg ami, ami nekem rendkívül látványos volt, az pedig az, hogy Timo Werner így, így csípőretet kézzel, így 10 méterről nézte, hogy Ferran tök egyedül ott és csípőretett kézzel, tehát csak nem is a kocogok hátra tudott. Jövök, Aha. jövök jövök hanem csípőretet kézzel néz, és így, Ennyi, ennyi volt a reakciója. Miközben Timo Werner a Chelsea-ben, azt látjuk, hogy mennyire, mennyire aktív előre-hátra, tehát, hogy, hogy, hogy egészen más a mentalitás a Wernernek a Chelsea-ben, és egészen más a mentalitás a Wernernek a német válogatottban. És ez, ez borzasztóan, borzasztóan látszódik, tehát az nem kérdés, hogy, hogy lőv a kerettel a kapcsolatát, azt így, így, így elvesztette. Meg tényleg, aki, aki 2014-ben a kulcsfigurák voltak, akik felnéztek rá, azok az ő most már nem nagyon vannak ott játékosok. Vannak azért néhányan, de hogy, de hogy nem nagyon vannak játékosok. És lehet, hogy kezdi elveszíti az, ő, az öltözőt, amiben innen nem látunk bele, de, de hogyha valamit ő nem csinál, akkor az EB után így is úgy is távozik. Szerintem a kérdés inkább az, hogy az EB így kihúzza-e. Valószínűleg ki fogja húzni, de hogy ha azt nézed, hogy a spanyolok ellen gyakorlatilag a német válogatott, szerintem még erősebb keretet tudott kiállni, mint maguk a spanyolok. Tehát, hogy a németek kb. kihányzott Klosterman, meg Kimik, nem? Tehát a nagyjából. De ugyanúgy ott volt, mint én, középen ott volt Kroos, ott volt Gündogan, tehát, hogy alapvetően ezek a mostani német csapatot meghatározó játékosok, és nem a kiöregedő félben, vagy a még nagyon zöld típusú, <laughs> még fiatalok. Tehát, hogy igen, és ha már ott tartunk, akkor még imádkoztatok, hogy a francia válogatotthoz visszahívják Raymond Domeneket, és akkor <laughs> majd a Dővere is, mert nekem néha egy kicsit ilyen áthalásos, hogy őt is mennyire húzták a francia válogatottnál, és hogy ő is igazából a saját kapcsolatainak köszönhető, hogy még így poszton marad, miközben, tehát neki jött 2008 után már bőven mennie kellett volna, ehhez képest még ezért beleszaladtak egy nagyon csúnya tízes VB-be. Um, de beszélgettem most... Néha járok a gyerekemmel játszótérre, <laughs> majd, majd, nem minden nap. És ott beszélgettem egy, férfival, aki, akivel így összecímbiztünk, és félig német. És kérdeztem tőle, hogy egyébként így, ő hogy éli meg ezt az egészet. Mert azért közelről követi a csapatot, vagy a válogatottat, és nagyon ki volt akadva. Tehát, hogy ő is nagyon letargikus, nagyon kritikus volt. Nyilván a szurkolói szemszögét képviselte, de hogy azt mondta, hogy két, érdekes dolgot mondott. Az egyik az, hogy 2014 után mennyire ilyen üzleti vonalat vett ez az egész válogatott, hogy Oliver Bierhoff úgy beszél, mintha egy ilyen vezető lenne, hogy Joachim Löw is inkább, mint hogy egy ilyen merci gyárból esett volna ki, és, és, abszolút nem, nem találja már a közönséggel sem a kapcsolatod. A másik pedig az, hogy hallgatta a, a spanyolok elleni meccset, és ugye mivel nincsen, nem volt közönség zaj, hanem egy ilyen ez a csöndes edzőmeccs feeling volt, és visszhangzott a stadionban, azt lehetett hallani, hogy a, folyamatosan csak a spanyolok beszéltek, és a németek így százár nem, nem kommunikáltak egymással. És ez egyébként egy érdekes jelenség szerintem, hogy ha a csapatnál ennyire nem megy át az üzenet, nincsen, nincsenek meg ezek a csatornák, akkor valószínűleg tényleg egyfajta ilyen leadership kérdés is felmerülhet, ahol azt tudod mondani, hogy akkor oké, tényleg ki a vezér? Ki az, aki ott a pályán egy kicsit így összerántja a játékosokat? Ki az, aki ezeket a kis, kis ö, apró intelmeket megejti? Ki az, aki oda megy esetleg a bíró felé nyomást gyakorolni? Tehát, Uh, ebben lehet, hogy segítség lenne, ha a régieket visszahívnák, de hogy valószínűleg ott lővel is megszakadt az a kapcsolat, hogy ha az, az ő elképzelése nem megy át a játékosokon keresztül, és a játékosok akkor egyáltalán nem viszik ezt tovább. Tehát, vagy ott, ott uh, emiatt valószínűleg ez így, ez így hanvába halt, ez az egész. Úgyhogy nagy kérdés, igen, hogy mi lesz, mi lesz ebből így az Európa-bajnokságig, mert nem látszik az, hogy hogy olyan nagy jokert elő tudna venni, és nem látszik azt, hogy mind tudna változtatni így a, a saját kommunikációját illetően. Mai harmadik témánk pedig a Magyar Labdarúgás napjával foglalkozik. Aminek a kapcsán, hogyha nem tudtátok, biztos nagyon sokan tudjátok, de hogyha mégsem, akkor ugye ez az 1953-as november, november 25-én az Anglia-Magyarország mérkőzés, ami, ami a Wembley stadionban történt, ahol ugye történt a híres 6-3. Ennek kapcsán ugye 93-ban ma az MLS Magyar labdarúgás napjának nyilvánította ezt a napot. És nem tudom, hogy hányan tudjátok, nem tudjátok, de most jó minőségben ki fog jönni majd a 6-3. Én már láttam végén rossz minőségben, nagyon kíváncsi hogy milyen lesz jó minőségben látni de szerintem az mindenkinek egy, egy ilyen óriási futballélmény élmény lenne, lenne, hogyha azt megnézni. Ezt tényleg javaslom, hogy mindenki nézze meg, több szempontból is. Egyrészt, amiről múlt héten beszéltünk téma, hogy mennyire változik a labdarúgás, egy ilyen mérkőzésen, ami, ami, ami tényleg most már lassan 70 éves, vagy több mint 70 éves, ez most, vagy majdnem 70 éves, ez most már itt, itt, nagyon látszódnak az, azok a dolgok, amiket, amiket így manapság így tök egyértelműnek tartunk. Például, hogy szoros emberfogás például, vagy csapatszintű védekezés például. És csak most csak párat említettem meg, amit így, amit így rögtön kiszúrsz, tehát hogy mennyire látszódik ez, hogy, hogy hogyan változik a futball. Ugyanakkor meg egy másik dolog, ami, ami érdekes, és ez egy a digitális feljavított változatban egyébként nem, nem a hiteles verzió, vagy nem a hivatalos verzió fog szerepelni. Ez pedig az, hogy hogy hogyan tudnak tapsolni és örülni az angolok a magyar góloknak. Hát ez, ez, egy ilyen szurkolói mentalitása igazából, ami, ami mennyire megváltozott gyakorlatilag, hogy, hogy annak idején tényleg néhány füttyögő hang azért behallatszik, de hogy azért, azért tudtak, tudtak örülni a szépnek, és nagyon kevés ilyen alkalmat tudok ezen, és én saját életemből felhozni, amikor a, a rivális csapat, vagy a rivális nemzet szurkolói megtapsolják az ellenfelet, mert egyszerűen annyira szépen és jól játszanak és gesztus, meg ö, látva ezeket a képsorokat, amikor így, tényleg így felcsapsz egy 6 3 akár a YouTube-on, hogy én valahogy imádom ezt a hangulatot, ahol még ilyen nagyon nyílt az egész nézőtér, mm. és mögött, még a kapu mögött ott van a homokozó, érted, és akkor még, még talán még ott melegítenek az öcskösök, a fiatalok, a labdaszedők. Úgyhogy van egy ilyen, van egy ilyen kis bájos hangulata. De nyilván, ha 6-3-ról beszélünk, akkor érdemes azt megemlíteni, hogy hogy ez a fajta digitális felújítás azért más vetülete is ki, vetületeit is ki tudja hozni a, a, a mérkőzésnek, egy kicsit taktikai oldalról meg lehet fogni. És hát maga az esemény is megérdemli azt, hogy hogy nyomatékosítsuk azt, hogy tényleg arról szólt az a meccs, hogy nem csak, hogy a magyar labdarúgás az felkerült arra a nemzetközi porondra, mert egyébként már előzőleg is ott volt, hanem az, hogy történt egyfajta ilyen paradigmaváltás, amin, amit gyakorlatilag az a meccs így ö, nyomatékosított, és egyben történt egy ilyen hatalmi váltás is, ahol az angol labdarúgás a saját buborékjából egy kicsit át tudott lendülni, vagy gyakorlatilag kipukkadt az a fajta szemlélet, hogy akkor ők a, a játéknak a, a letéteményesei, és ők a, a, a templom urai, tehát hogy ö, egy, tényleg egy, egy nagy fordulat volt maga a meccs minden szempontból, és ugye a taktikai vonatkozásait most nem is, nem is kell nagyon taglalni. De, de ami, ami az én kívánalmam, vagy amit én tényleg nagyon szeretnék, az az, hogy lehet persze hősként beszélni ezekről a játékosokról, és valamennyire kell is, mert a maguk korát mennyire meg határozó játékosokról beszélünk de nekem azért az elmúlt években egyfajta ilyen cukormázas légkör is át folyt ezen az egész jelenségen. Miközben azért sokszor próbáljuk úgy babusgatni magunkhoz ezt az egész 6-3-as jelenséget, hogy, hogy egyfajta ilyen hamis sikerérzetet ad, akár a mai, mai, kor értelmezésére nézve is. Miközben a 6-3-nak az egy, egy, egyik legnagyobb tanulsága az, hogy a magyar labdarúgás az nem feltétlenül azért tudott akkor úgy felfutni, mert tényleg irgalmatlan pénzeket tettek bele, vagy fektettek volna bele, irgalmatlan nagy méretű és luxus stadionokat húztak volna fel, hanem ennek az egésznek volt egy nagyon jelentős szellemi hátországa, ami gyakorlatilag közösen a Dunamenti iskolából építkezve folyamatosan egy ilyen kulturális építkezésnek lett az eredménye, és ami aztán az azt követő években, évtizedekben szépen lassan kihalt, akár politikai, akár társadalmi okokból kifolyólag. Tehát, hogy én ezt, ennek örülnék, hogyha ezt az egész 6 3 egy ilyen kontextusban lehetne egy picit átfordítani, és ne csak azt lássuk, hogy, hogy micsoda hősök és angyal szárnyon mozgó játékosaink voltak, hanem az, hogy akik ezt az egészet lehetővé tették, azok mennyire képezték magukat, mennyire, mennyire utána jártak ezeknek, mennyire a, a egyfajta ilyen szellemi, innovatív központtá váltak abban a helyzetben, abban a magyar futballkörnyezetben. Fontos, amit mondasz egyébként, és, és itt a, a cukormáz azt szerintem, azt szerintem, tehát hogy a cukormáz ugye ki van hegyezve puskásra, esetleg kocsisra, uh -huh. meg hidegkutira még, de főleg puskáson van a cukormáz. Viszont, hogyha ha egy kicsit hátrébb lépünk és mélyebbre nézünk, akkor a valódi cukormáznak egyébként hivatalosan sebes Gusztávon kéne lennie. Miközben szerintem a nézőink között is vannak olyanok, akik nem tudják, hogy ki volt a szövetség Jó, most már tudják, mert elmondtam, de hogy, de hogy én nem tudták volna elmondani. ennek a mérkőzésnek, ennek a, ennek a győzelemnek nem puskás és nem, nem csak hidegkuti az igazi hős, hanem Sebes Gusztáv, aki erre a találkozóra egy, egy, egy forradalmian, akkor forradalmian új 4-2-4-es formációt alkalmazott, Folyamatos helycserés támadással a, a, a támadó négyesben, hamis kilencesként hidegkuti, és, és hát ilyen proaktív kapusként, tehát ilyen söprögető stílusú kapusként játszott Groszít Gyula. Ezek a dolgok annyira megzavarták az angolokat, ami miatt, tehát hogy ak ak akkor történt egy ilyen tényleges paradigmaváltás, hogy jött valami, jött valami taktikus, és valami teljesen újat letette a, a világfutballnak az elitjében. Nagyon-nagyon kevés ilyet, ilyet tudunk egyébként mondani. Lehet mondani Cruyff, a krojféle Cruyff holland totális futballt, ami tényleg egetrengetően megváltoztatta a futballt. Lehet mondani Guardiolat, hogyha már Guardiolat hoztuk fel az első témapontunkba, de nagyon-nagyon kevés ilyen pillanat van, amikor valaki jön, és a semmiből egy olyan taktikai dolgot ránt elő, ami utána az egész világfutballon végigfut. Nagyon fontos elmondani, hogy egy nagyon jó felkészülésre ment végig a csapat, az erőléte ennek a, ennek a társaságnak annyival jobb volt az angoloknál, hogy, hogy a fél úgy mentek le az angolok, hogy hát most, most mit csináljunk ezekkel, mert hogy, mert hogy esélyük sem volt, tehát is egyre fáradtabbak voltak. És akkor ehhez jön hozzá az a plusz, ami egyébként meg volt Puskásban, meg volt hidegkuti meg volt Kocsisban, mert ők ténylegesen, tehát ők voltak a kor, hát Puskás nyilván a kornak a messzia volt, Hidegkuti a kor, lewandowski a volt körülbelül, tehát, tehát így kell őket elképzelni, mint a Debreyne volt mondjuk Kocsis nagyjából nehéz ezeket pontosan belülni, de, de mert kicsit más poszton játszottak, más máshogyan is játszottak, de nagyjából ilyen szinten voltak ezek a játékosok. És egy kicsit több, több figyelmet érdemel a Sebes Gustáv és az a taktikai innováció, ami az egész világ futballt megváltoztatta. És én igazából inkább ezt hiányom a cukormáz esetében. Jogos, igen. az hogy azért, ha már említette Sebes Gusztávot, azért szerintem nyilván le lehetne sorolni azt, hogy mennyi olyan magyar szakember volt, aki a a, 20-as, 30-as, 40-es évek Magyarországát meghatározta a futball tudásilag, meg, meg, egyáltalán a, hazai környezetben mozgott. Szerintem egyébként, ha már csapatako akkor érdemes kiragadni még Bukovi Mártonnak a nevét, aki gyakorlatilag úgy volt segédedzője, Sebes Gusztávnak, ahogy mondjuk Hansi Flick, Joachim Löwnek. <laughs> mindezt úgy, hogy egyébként nem csak a men-menedzsmentben man volt erős, hanem, hanem gyakorlatilag játékteoretikus is volt. És aki ugye az akkori MTK-t gyakorlatilag így stílusaiban, stílus jegyeiben, alapjaiban meghatározta. Szóval tényleg van egy olyan edzői generáció azokból az évekből, vagy azokból az évtizedekből, akik mintha egy kicsit feledésben merültek volna, és akiknek érdemes azért ápolni a hagyományait, az emlékeit inkább. És amikről egyébként ma vannak szakkönyvek, meg csak simán olvasható könyvek is a a, a magyar könyvpiacon. Egyébként Jonathan Wilson ugye az egyik legnagyobb hatású, vagy az egyik legnépszerűbb futballkönyvnek az írója, az Inverted the Pyramid, ami ugye Magyarországon, vagy magyarul futballforradalmak néven jelent meg. Nemrég megjelent egy, egy újabb könyvvel, The Names Le Heard Long Ago, ami szintén elvileg meg fog jelenni majd valamikor Magyarországon, és gyakorlatilag pont erről az időszakról szól. Tehát amikor egy, egy angol újságíró, egy angol szakíró ír a magyar körülményekről, azért az, és egy ilyen nevű, egy ilyen kaliberű ember azért az jelent valamit. De ha már, ha már ennyit beszéltünk erről, hogy Magyar Labdarúgás Napja, és ezt egy kicsit átvezetve a mai jelenkorba nem szabad tényleg elveszteni azt a fajta hitet, hogy azért a magyar válogatott mégiscsak mindenki valamennyire egyfajta ilyen leképeződése, tükröződése a társadalomnak is, és hogy azért mostanában, ha ha egy kicsit érzékenyebb vagy a, a politikai kérdésekre, azért elég küzdelmes az attól elvonatkoztatni, amilyen politikai narratíva, narratívák kialakultak így az egész körül. És hogy néha előfordul az, hogy, hogy mondjuk a magyar csapat sikerét hirtelen elkarmalásszák mások, és beállítják a saját sikerüknek, vagy a saját építkezésüknek, miközben nem biztos, hogy akkora jelentősége van. Úgyhogy ha már magyar válogatottról beszélünk, magyar labdarúgásról beszélünk, talán a, a, egy ilyen nap arról kellene, hogy szóljon, hogy, hogy próbáljuk meg minden inkább a helyén kezelni ezt, hogy az, ezeket a sikereket tényleg a saját helyi értékén kezelni, és úgy látni ezt a fajta magyar labdarúgást minden erényével és hibájával együtt, hogy lássuk benne azt, hogy, hogy tényleg mi az érték, ami tovább vihet, és mi az a fajta akár ilyen cukormázasított, ilyen túlfújt. Luffy, vagy mi az, amit tényleg csak egy hamis illúzió, amit megteremtenek azért, hogy tényleg egyfajta ilyen plusz sikerként könyvelhető, legyen elkönyvelhető egy politikai siker. ezeknek a szétválasztása is valamennyire egyfajta ilyen felelőssége, vagy kérdés, fő kérdéspontja ennek a, ennek a napnak. Itt akkor ehhez hozzátennék valamit. Ugye kétféle hang van a 6 3 kapcsolatban általában kettőféle, és ezt szerintem egyik se jó. Az egyik az az, hogy lehet, ja, most nyertünk ki egyszer az angol kenni, és hát nekik mondom, hogy nagyjából fél év múlva volt egy ilyen visszavágó Magyarországon, hát az a meccs az 7 lett a magyaroknak. Tehát, hogy itt, itt egyértelműen erőfölényről van szó, tehát nem arról van szó, hogy egyszer megvertük az angolokat, hanem, hanem onnantól kezdve a magyar válogatott volt a világ legjobb csapata. Így volt elkönyvelve. A másik, aki meg azt mondják, hogy a 6-3 ez micsoda fontos dolog, és én izé, nekik meg azt üzenem, hogy, hogy igen, nagyon fontos, kéne ezekből építkezni. Mert nem látom, nem látok olyan szakanyagokat, akik elemeznék Sebes munkáját, vagy akár Baróti Lajos munkáját, vagy akár Gutman Bélának a munkáját, csak én néhány nevet mondtam abból a, abból a korszakból. És, és, nem látom a mai magyar edzőkben sem, hogy, hogy ezekből a dolgokból építkeznék, hogy a Dunamenti iskolát valaki is, vagy nagyon-nagyon kevesen próbálják építeni, Hogy a, a stílus, amit, amit a magyar foci stílusa volt akkor, ami, 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 ami alapján játszott a változott. Ezt valaki felélénkíteni, és akkor tényleg a köztudatba behozná, és mindenhol ott lenne, és erről beszélne. Ezeket sem látom. Szóval fontos a 6-3, de tény, ami tény, 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 hogy, hogy a helyén kéne kezelni, és a helye egyébként pont a szakembereknek a kezébe lenne, csak a kezükben nem látom ezt. Ennyi volt már a Hot Topic, köszönjük szépen a figyelmet, mindenki írja meg a véleményét a komment szekcióban, és nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik az a műsor, amit csinálunk. Köszönjük a feliratkoztok, a héten még lesz esélyesek és rázók, azok miatt is érdemes lesz. További szép estét mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!